Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Anthem. A kérdésre a válaszom nem, még mindig nem. Ajánlom megvásárlásra az Anthemet, de most már végképp nem. Mi a jó Isten folyik ez a játék körül? Szóval, kijött az új frissítés már, mintha annak lehet nevezni ezt, hogy frissítés. Egy-két dolog helyén van, más-két dolog nincs helyén. Beszélgessünk arról, hogy mi jött most az Anthembe az új Stronghold-dal, és mi nem jött. Minek kellett volna még jönnie, de nem jött. Szóval kijött az új Stronghold, erősen mediókre, ahogy a cím is mutatja, tényleg nagyon közepes az egész történet. Nem érzem, ha arról van szó, hogy lore vagy valami, nem nagyon érzem a helyét ebben az egészben, valahogy ugye a Heart of Rage-nek lenne egy folytatása. Nagyon elcsipkedett a dolog, nekem úgy tűnik, nagyon siettek a grafika dizájnnal, a játék implementációval, a feladatokkal, amit csinálni kell, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon basicnek tűnik az egész, mint hogyha egy ilyen nagy csőrendszeren mennénk keresztül, ahol más dolgunk nincs, csak megfejteni egy darab puzzle-t, majd végigmenni egy újabb csőrendszeren, miközben persze lelövünk néhány enemit, és végül eljutunk egy boss fighthoz, ami úgy néz ki, mintha egy elmódosított, ilyen eltorzolt Fury lenne, egy olyan bosshoz, ami képes egyhitelni téged, ami rendjén is van, ha eljut odáig, hogy egyáltalán egyhiteljen, ha eljut odáig, hogy egyáltalán valamit csináljon az a boss, mert nem csinál semmit. Semmit az ég világon nem csinál, csak áll, szinte áll egy helyben, néha ide-oda teleportálgat, néha-néha valamiféle képességet látunk belőle kijönni, amit iszonyatosan könnyű dodzsolni, ugyebár, mert már a játékot megszoktad és figyelmezted, hogyha valamit dodzsolni kéne, úgyhogy én ennél csalódottabb boss fightot játékban még nem igazán láttam, szóval kaptál egy enemit, aminek van némi élete, amit le kell lője. Szóval mind a három boss az eddigi strongholdokba többet, sokkal többet csinál, és nagyobb kihívás a játékot játszani ellenük. Ez a stronghold sajnálatos módon egyszerjátszós. Frankon egyszerjátszós ez a stronghold. Szóval nesze semmi, fogd meg jól, megint csak. Köszönjük, Anthem. De semmi baj, mert vannak pozitívumai is ennek az egésznek. A pozitívum az, hogy a Grandmaster egyes szint, nem tudom, lehet, hogy csak nekem, nem tudom, de olyan könnyű lett, mint volt a Hard és a Medium. Tehát valaki végre talán elkezdett matekozni amúgy a BioWare-nél, mert most már úgy érzem, hogy a fegyvereknek van ereje. Tehát sebzik is az enemit, arra értem, és nagyon meglepő volt mindezt Grandmaster 1-es szinten. Úgy voltam, hogy végig tudom Grandmaster 1-es szinten, mégiscsak azért egy új Stronghold meglepetéseket tartogathat, megeshet, hogy ez egy kicsit nehezebb lesz, valami kihívás lesz, mondom, higgadtan Grandmaster 1-es szinten végig toljuk, megnézzük, hogy lesz. A drop az szörnyű volt, tehát a loot drop az szörnyű volt Grandmaster 1-es szinten, ebben a Strongholdban ennél a menetnél. És über könnyű volt, az enemik über könnyűek voltak, tehát buffoltak a fegyvereken, buffoltak a képességeken, rengeteg bugfix volt, tehát rengeteget javítottak a játékok, és érződik a minőségi javulás a játékon, érződik a játék közben, ahogy van, érződik az FPS boost, érződik, hogy jobb a mechanika, érződik, hogy erősebbek a fegyverek, érződik, hogy erősebbek a képességek, minden erő sebb lett általánosságba véve, úgyhogy így kellett volna lejön a játék, amikor megjelenik, nem most, két hónappal utána, vagy három, vagy már Isten se tudja, szóval és ez a Stronghold nagy csalódás volt ebből a szempontból, szóval mit csináltam még utána? Ja, igen, mondtam magamnak, ha
Grandmaster 1-es szint ilyen rohadt könnyű lett. Mit csináltak a Grandmaster 3-assal? Szóval bementem Grandmaster 3-asba, de természetesen senkit nem találtam, de senki nem csatlakozott a játékos Grandmaster 3-ban. Szóval nekivágtam egyedül, és a Grandmaster 3 és 1 között a különbség az annyi lesz, hogy kurva sok enemy spawnol, és természetesen több életük van. Szóval a Grandmaster 3-as szint úgy érzékelte, mint hogyha most a Grandmaster 2-es szint lenne, valami olyasmi, olyan érzetem volt tőle. Persze nem bírtam megcsinálni egyedül, mert kurva sok enemy spawnol, tehát ezt változtatták rajta, hogy még több enemy spawnol, és még nehezebb őket lelőni, és egy csapat tényleg kell oda, hogy működjön. Szóval, hogy őszinte legyek, ez így édes kevés volt, ez még mindig nem meríti ki az igényes 50 eurós vagy 50 fontos játék fogalmát, ez még mindig csak a 20 eurós vagy fontos játék fogalmába tartozik, úgyhogy még ne vedd meg az Anthemet. Szóval mi maradt ki, mi kellett volna jöjjön ebben a patchben, hölgyeim és uraim, Mastery Work System, vagy bocsánat, Mastery System, ugye, az kimaradt. A guilds, vagyis klánok, vagy esmény, kimaradt. Legendary Missionök, kimaradt. Stronghold Challenge, kimaradt. Cataclysm, kimaradt. És új freeplay eventek, kimaradt. Mi a pöcs? Mi a pöcs? Szóval, ember, hát nem tudom hányan dolgoznak ott a BioWare-nél, és megcsinálták ezt a tököm roadmap-et. Igaz, hogy ebben a roadmap-ben nem mondtak semmire se konkrét dátumot, szóval találniuk kellett egy kifogást, ugye kell egy kifogás, amire azt mondják, hogy nem tudtunk időben szállítani mindent. És természetesen ezek tovább ugye húzták, ezek, amiket itt nem jelentek meg. Tovább húzták egy beláthatatlan ideig. Ez egyszerűen elképesztő, és mostanában a BioWare kommunikáció rettentően a minimumra csökkent a rajongókkal, és kb. Csak annyit mondanak az egészből, hogy igen, tanultunk, feedbacket meghallgattuk, dolgozunk rajta, tehát ennyire redukálódott a feedback, a livestreameken sem kapunk túl sok információt leszámítva a kötelező blablát. Ez egyelőre katasztrofális, tehát ez még live service-nek is szörnyű. Live service-nek is szörnyű, hogy összintelejek. Tehát remélem, hogy senki nem adott ki pénzt mikrotranszakcióra, legalábbis Magyarországon, mert mi magyaroknak megvan a realitás érzékünk, hogyha valami a szörnyű felé húzódik. Srácok, egyelőre ennyi lett volna Anthem jelentés, mert nagyon más nincs jelen pillanatban az Anthemben. Mondhatni, hogy szarrá játszottam a játékot. Nem vagyok mindenből legendary, de nincs is türelmem mindenből legendary-t kiformolni. Megvan mindenem, és Grandmaster 3-as szinten helyt tudok állni. A modulásomban mindegyik Javelin-nel, ezért nem látom értelmét, hogy egyáltalán legendary-ket farmoljak ki. Még többet kell várni arra, hogy content érkezzen a játékba, és főleg olyan content érkezzen a játékba, amiről úgy érzem, hogy van neki újra játszhatósági faktora, mert az jelen pillanatban nincs. Szóval a Strongholdokat is már überre játszottam, már tényleg nincs meg az az élvezet, nincs meg az újrajátszhatósági faktor, és magába a modolásba sincs meg már az a faktor, mivel hogy úgy érzem, hogy elértem egy olyan szintet, amivel helyt tudok állni mindenhol, és ennek a legendary változata csak visszaigazolná mindazt, hogy helyt tudsz állni mindenhol, úgyhogy nem nagyon látom értelmét. Megmaradunk még mindig megmaradunk a casual játéknál, és annak az Anthem tökéletesen megfelel. Ennyi lett volna, srácok, tetszett a videó, iratkozz fel és nyom rá a csengőjeles, kérem, mivel hogy a YouTube már csak akkor küld értesítést a videókról, hogyha rányomsz a csengőjeles, kérem. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok!